Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel 3 napra szól. Július 28-ára, 29-ére és 30-ára. Az energia hasonló, ezért így összefűztem ezt a 3 napot. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok a nap, a hold és a bolygók között. De vannak más jógák és más kapcsolatok, mint például az ujjainknak a jógája, mert ennek van gyógyító hatása. És most mutatok egy gyakorlatot, különösen, amikor ideges vagy, valaki zavart téged, vagy idegrendszeri betegségeknél segít ez a jóga. Itt van különbség most a jobb kéz és a bal kéz között. A jobb kéz segít abban, hogy megkapd azt, amit szeretnél, mint például egy jó energiamező. A bal kéz pedig eltávolít valamit, ami zavar téged. Először megnézzük a jobb kezet. A hüvelyk új, a kis új és a gyűrűs új így együtt van. Ezt így összenyomhatod belélegezésnél, és ez azt jelenti, hogy felveszel olyan dolgokat, ami segít neked. A bal kéznél a hüvelyk új, a középső és a gyűrűs új tartozik együtt, és kilélegzel, és elengedsz olyan dolgokat, ami zavar. Tehát van itt különbség a bal és a jobb kéz között. Belélegezésnél összenyomjuk ezt a 3 ujjat a jobb kéznél, és így valami történik az életünkben, ami segít nekünk, amit mi most belélegezünk. Utána elengedünk valamit, erre utal a bal kéz, itt ez a 3 ujj középen, kilélegezésnél összenyomhatod az ujjakat. Tehát belélegzés, kilélegzés. Így egy kicsit mozgasd ezt a 3 ujjat, mert ez kihat a hüvelyk ujjra, és tulajdonképpen a hüvelyk ujj az a Mars bolygóhoz tartozik, ez ad életerőt. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák, ezt mutattam, vannak új jógák is, de az indiai asztrológiánál vannak az úgynevezett holdházak. 28-án új hold van, és ez az új hold a rák jegyében, a Pushya holdházban található. Ez az új hold azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. A hold nem látható számunkra, hiszen a holdnak nincs saját fénye, a hold azt a naptól kapja, és ha találkoznak, akkor a nap nem tudja megvilágítani, így számunkra a hold láthatatlan. Az is lehet, hogy valaki úgy elbújik, láthatatlan lesz ezen a napon, de amit ez az új hold még jelent, hogy meditáljunk valami felett, tekintsünk befele, hiszen ez ad most életerőt. Ez az új hold, az a Pushya életházban van, és az lefordítva utalhat az étkezésre, vagy mindarra, amit mi megkapunk, amit mi átveszünk másoktól. És itt nem csak az étkezésről van szó, hanem a tudásról, a bölcsességről, a spirituális területről is. De az is lehet, hogy mi adunk másoknak valamit. 29-én a hold az a Alesha holdházban van. Alesha holdház az kígyót jelent lefordítva, és ez utalhat a szexuális energiára, de utalhat a megújulásokra, a változásokra is.
Itt ezen a napon, tehát 29-én fontos elgondolkozni azon, hogy mit kellene megtartani, mit kellene elengedni. Megtartani, elengedni, megtartani, elengedni, hasonlóan, mint ahogy az új jógánál is mutattam. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, bizonyos kapcsolatok, tárgyak, vagy egy bizonyos hely. 30-án áttér a hold a Magha holdházba, és itt e felett a holdház felett Regulus csillag uralkodik, a királyoknak a csillaga. Az lehet, hogy valaki segít neked, ez lehet az apukád, lehet a főnököd, de az is fontos, hogy megkapd másoktól az elismerést. A nap és a hold, azon kívül Merkur bolygó is, az indiai számítás szerint a rák jegyében van. Tehát itt fontos téma a víz eleme, az érzelmek, érzelmekről beszélni, hiszen Merkur bolygó utal a kommunikációra. De az is lehet, hogy most valaki visszahúzódó az új hold hatása alatt, az sem baj, hiszen akkor kell egy kis türelem, mert elgondolkozik valaki az érzelmek felett, a családi kapcsolatok felett, az otthon felett, hiszen a rák jegye mindezt szimbolizálja. Vénusz bolygó utal ránk hölgyekre, az a szomszéd jegyben, az ikrek jegyében van a levegő elemében, itt megvan a lelkesedés, a könnyűség, a mozgás, és a szabadság érzete is fontos most számunkra. Mars bolygó az a kos jegyében van, a tűz elemében, utalhat az erőnkre, de utalhat a férfiakra is. Ha itt a férfiak elsietik a dolgokat, akkor itt lesznek akadályok, hiszen a kos jegye és a rák jegye olyan távolságban van, ami akadályokat okozhat, és ezt inkább a férfiak élik át. Jupiter bolygó a szerencsét hoz, utalhat egy bírósági ügyre, az jó kapcsolatban van ezzel az új holddal, jó kapcsolatban van Merkur bolygóval. Itt lesz egy jó kimenetel, különösen ha az ingatlanokról van szó, vagy a családi kapcsolatokról. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója, és Szaturnusz bolygó hatása alatt vannak sorsdöntő találkozások, változások, döntések, az szemben áll az új holddal, itt tükröződik valami. Amit még jelent ez a szemben álló helyzet, hogy kell a belső egyensúly, nem szabad elsietni a dolgokat, de látni kell a lehetőségeket is. És itt kell a belső harmónia, a belső egyensúly. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!